Virágokkal, mécsesekkel mentek az elhunytak család tagjai a temetőkbe Tolna megyében Minden Szentek napján. A többi létesítményhez hasonlóan ilyenkor Szekszárdon is hosszított nyitvatartással készültek a sírkertek üzemeltetői, hiszen a környező településekről is érkeztek látogatók. Kakasdiak vagyunk, itt ide is jövünk, mert itt is van közeli hozzátartozónk. Bátaszéken november 1-én többek között megemlékező imádságot tartottak a város köztemetőjében. Sümegi József diakónus elmondta, Minden Szentek és Halottak napja ősi hagyományokra, több mint egy évezredes múltra tekint vissza. A Cluny-i bencések Franciaországban kezdték el ezt az ünnepet, amikor megemlékeztek mindazokról, a megdicsőült szentekről, akiket nem név szerint emlékezünk meg, akikről a liturgiában, hanem akik eljutottak Isten színellátására, de nem ismerjük a nevüket. Toronyi Gézáné néhai férjére emlékezett. És én nagyon sokat járok ide ki, mert sok rózsám van, és mindig hozom ide ki neki a virágokat. Úgyhogy már télen, mikor elkezdődik a hóvirágom nyílni a kertbe, akkor kihozok, és ez folyamatosan megy egész szépbe. A dombóvári temetőben is sokan gyújtottak gyertyát, helyeztek el virágot elhunyt szeretteik emlékére. Vannak, akik heti rendszerességgel látogatnak el a sírkertbe. Én nem csak évről évre látogatok, én minden szombaton kilátogatok a temetőbe. Tehát, hogy ez nekem nagyon fontos, hogy az elődeinket, szeretteinket így tiszteljük meg. De nálam nem a Minden Szentek meg a Halottak napja, ez csak egy nyilván, hogy ez egy hitvallásos dolog, de én rendszeres temetőlátogató vagyok. Dombóváron a Városszépítő Egyesület szervezésében közös megemlékezésre is sor került.